privilege to talk about Jim's book in Jim's presence. And first of all, I would like to tell you that abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy Jim könyvéről beszélhetünk az ő jelenlétében, és ha Elemér olvashatta volna ezt a könyvet, azt hiszem nagyon elégedett volna, hiszen ahogy hallották, az ő szellemiségét követve íródott ez a könyv, és egy olyan szellemiségben, ami folyamatos keresést feltételez az identitásunk iránt. El kell dönteni, hogyha ezt a könyvet nézzük, hogy vajon hány könyvből áll ez a kötet? Ez egy könyv, vagy két könyv? Van egy könyv, ami az identitásról szól, egyfajta önéletrajzi elemekkel. Teljesen egyetértek Bellával, hogy egy nagyon szórakoztató és érdekes történetet tartalmazó önéletrajzi alkotás. Van egy másik könyv is ebben, ez pedig egy identitás halmazról szól. Én úgy döntöttem, arra következtetésre jutottam, hogy végülis mégiscsak egy kötetről van szó, hiszen Jim maga az identitás elmélet bizonyítéka. Tehát a második részben meghatározott témára maga a valóság, és az általa felállított halmazban egy elem található, ez ő maga. És ő maga bizonyítja, hogy maga a halmaz elmélet igaz. És ez az identitás. Ő maga használja az Odüsszea kifejezést. Nemrég olvastam Edmund Wilson eszéjét, ami az Odysseusról szól. Ezt tudjuk, legalábbis a Edmund Wilson narratívájában is egy ravasz becsülettében megkérdőjelezendő figurának van beállítva, és Scully pedig egyfajta ellen-Odysseus, hiszen egyáltalán nem ravasz, nem becsületes, folyamatosan a megváltást keresi, de mindig becsületes úton, úgyhogy így végülis egy háborús hősként is beállítható, és egy következetes hívő. És nagyon meggyőzőnek tűntek számomra ezek a lapok, amiken a bátorságát megmutatta mind a hadsereg, mind pedig a hatalom ellenében. Becsületesen és béke, a béke eszközeivel keresi a megváltást, és ezért az ő útja, az ő odüsszeája egy nagyon érdekes megvilágításba kerül. Ugye megláthatjuk a félig amerikai, félig ír származása, erősen katolikus neveltetés, igazi autoriter neveltetés az apja részéről, és hát nyilván ez egyenes úttal vezetett a tengerészgyalogsághoz, ami viszont egy választópontot is jelentett, hiszen egy úgynevezett lelkiismeretes ellenzőjévé vált a háborúnak, egész, és megtagadta a vietnámi szolgálatot. Úgyhogy nagyon szerencsés döntés volt, és nagyon érdekes leírását adja annak a párhuzamnak, amikor Leardel hasonlítja magát össze, és amikor végülis becsületes módon maga mögött tudta hagyni a katonaságot. Az élete második részében gyakorlatilag a békéért küzd, de nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. És azt gondolom, hogy a könyv egy nagyon gazdag tárházát mutatja a bizonyítékoknak erre. Tehát az identitásának nagyon nagy része a békekeresés, ami pedig az identitását, tehát az elmélet részét illeti, nagyon meggyőzőnek éreztem a heideggeri vonalat, tehát a Heidegger alapként szerepel, hivatkozási alapként, de mind a ketten egyetértenek abban, hogy a nyelvnek nagyon fontos szerepe van az emberi lét meghatározásában. Heidegger pontosan azt mondta, hogy a nyelv valójában a létnek a szentélye, háza, és meghatározza az egyént.
és teljesen igaza van abban a tekintetben, hogy a nyelvek szerepét az identitás kialakulásában aláhúzza. Jim ugyanúgy követi Heideggert, amikor azt mondja, hogy az identitás tulajdonképpen egy kontinuum, egy időbeli kontinuum folyam alakul ki, amikor is a múltból a jelenen keresztül a jövőbe tartást jelenti, és pontosan ezt mondta Hankés, és ezt tanította nekünk, hogy mindig a jövőből visszanézve kell saját magunkat meghatározni, nem pedig a múlt tükrét magunk elé tartva. Bella is ezt hangsúlyozta ki, hogy egy gyönyörű történetet olvashatunk hosszú oldalokon keresztül arról, hogy hogyan áll össze elementből valakinek a személyisége. Tehát ott van egy üres polc, és hogyan telik meg értékes elemekkel, könyvekkel ez a polc. Ez egy szintén Hankis művére utalva egyfajta ezerarcú személyiség, hiszen nagyon sok oldalú lehet egy egyén, többféle hangot üthet meg, mindig valami információt dolgoz föl, és hát mindig a jövőből tudjuk megítélni, hogy hogyan, milyen volt a jelene abban a múltban az illetőnek. Jó, tehát ez egy olyan enigma, ami a közös egyénre is utal, mert Skelly azt is kihangsúlyozza, hogy az ember nyilván egyfajta fajként fogható föl, mindazonáltal, és azt gondolom, hogy nagyon jól fejti ki ezt a pontot, ugye Erikson az apa és a fia elképzelése mentén, már a fiú érdekesebb dolgokat írt, tehát, hogy mindazonáltal ez az emberi egység, faji egység azért elég diversifikált, nem túl egységes, és az emberiség folyamatosan csoportokra bontva létezik. A béke ugyan nagyon ideálisnak tűnhet az emberiség, mint egy faj szempontjából, a háború mégiscsak egy olyan állapot, ami csoportokra osztja az emberi fajt. És ebből az álláspontból, mármint hogy csoportokban verődve működünk, sokkal nagyobb kihívás nem csak egy ideális államot létrehozni, egy ideális közösségi identitást is. Azt gondolom, hogy elemér problémájához szintén közel áll az a kérdés, amit Skelly is feszeget, ugye mit jelent embernek lenni. Nagyon tetszett az az idézet, ugye a fiatalabbik Erikson tollából származik, és azt mondja, ez egy elég sokkoló tény, és nagyon nagy rejtély, hogy miért élvezi az ember, ha megölheti a társát. És az egészen vérfagyasztó válasz az az, hogy itt a, mivel emberek vagyunk, lehet, hogy pont ez ebben rejlik az egésznek az élvezete, hiszen ez egy identitás kérdése, hiszen itt azt a vágyat kell legyőznünk, a gyilkolási vágyat magunkban, és ez az identitásunknak a része. Tehát nagyon érdekes dolog, és nagyon érdekesnek tűnt számomra, hogy Jim nagyon szépen megmutatja nekünk az emberiség két arcát, az emberiség Jánusz arcát, az egyik a béke, a másik a háború. De mind a két arc ugyanahoz az emberi fajhoz tartozik, és ez nagyon érdekes kettősség. Ami még nagyon jól ábrázol a szerző a könyvbe, az az, hogy hogyan lehet a kollektív identitást felépíteni, milyen eszközeink vannak erre, mint például az osztályok, a nemek, a generációk, a nemzetek. Tehát ez nem csak egy ilyen szociológiai gyakorlat, és egy kis új gyakorlat, hanem nagyon szórakoztató olvasmány is, hiszen tudjuk, hogy maga a történet alapvetően Jimről szól. És ott a Jim, aki itt ül, és aki a könyvben megjelenik, az két különböző figura. És azt hiszem, hogy különböző üzeneteket tud önöknek közvetíteni, mármint ha elolvassák a könyvet. Köszönöm.